Jó napot kívánok, tisztelt táborlakók és kedves vendégek! Az első jó hír, hogy az idei jövetelemet nem övezte akkora hűhó, mint tavaly. Az idén nem kaptam diplomáciai demarsot sem Bukarestből. Kaptam viszont egy meghívást egy miniszterelnöki tárgyalásra, ami tegnap meg is történt. Tavaly, amikor találkozhattam Románia miniszterelnökével, akkor a találkozó után azt mondtam, hogy ez egy beginning of a beautiful friendship, egy szép barátságnak a kezdete, az idén pedig a tárgyalás végén azt mondhattam, hogy haladunk. Ha a számokra vetünk egy pillantást, akkor a két ország gazdasági és kereskedelmi kapcsolataiban újabb és újabb rekordokat futunk. Románia ma már Magyarország harmadik legfontosabb gazdasági partnere. A miniszterelnökkel tárgyaltunk egy Budapestet Bukaresttel összekötő gyorsvasútról, egy TGV-ről, és Románia schengeni tagságáról is, és vállaltam, hogy az októberi, majd ha szükséges, akkor a decemberi bel- és igazságügyi tanácsülésen ezt a kérdést napirendre tűzzük, és ha lehet, át is visszük. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Bukarestből nem, de hogy ne unatkozzunk, Brüsszelből azért kaptunk demarsot. Elítélték a magyar béke missziós erőfeszítéseket. Próbáltam magyarázni, hogy van olyan, hogy keresztény kötelesség, nem jártam sikerrel. Ami mégiscsak abban állna, hogyha a világban valami rossz, különösen ha nagy rossz dolgot látsz, és valami eszközt kapsz a kezedbe, akkor keresztény kötelesség, különösebb morfondírozás és mérlegelés nélkül cselekedned. A magyar békemisszió erről a kötelességről szól. Emlékeztetném magunkat arra, hogy az Uniónak van egy alapszerződése, amely szó szerint tartalmazza a következő mondatot, idézem, az Unió célja a béke, idézet vége. Brüsszel azt is sérelmezi, hogy háború párti politikának nevezzük azt, amit ők csinálnak. Szerintük ők a béke érdekében támogatják a háborút. A magunk fajta közép-európaiaknak rögtön eszébe jut Vlagyimir Illics Lenin, aki azt tanította, hogy a kommunizmus eljövetelével majd elhal az állam, de az állam az úgy hal el, hogy előtte folyamatosan erősödik. Brüsszel is úgy teremt békét, hogy folyamatosan támogatja a háborút. Ahogy Lenin tézisét sem értettük, a munkás mozgalom története nevezetű egyetemi szemináriumon, úgy most a brüsszelieket sem értem az európai tanácsüléseken. Lehet, hogy mégiscsak Orwellnak volna igaz, aki azt mondja, a béke háború, a háború béke az új nyelvben. Azért emlékeztessük magunkat arra, hogy minden kritika ellenére a békemisszión kezdete óta az amerikai és az orosz hadügyminiszter beszéltek egymással, a svájci és az orosz külügyminiszter tárgyalásokat folytattak, Zelenszky elnök úr végre felhívta Trump elnök urat, és az ukrán külügyminiszter pedig elutazott Pekingbe. Vagyis az erjedés megkezdődött, a háborúpárti európai politikából lassan, de elmozdulunk a békepárti politika irányába. Ez szükségszerű, mert az idő a békepolitika oldalán áll. Az ukránoknak már leesett a tantusz, most már csak az európaiaknak kellene észhez térniük, addig, amíg nem késő. Trump ante portas. Ha addig Európa nem vált át békepolitikára, akkor Trump győzelme után már csak a vereségét beismerve, szégyenszemre és a politika felelősségét egyedül vállalva kell majd ezt megtennie. De, hölgyeim és uraim, a mai előadásom témája az nem a békemisszió. Mint eddig mondtam, tekintsék kitérőnek. Valójában három nagy téma van ma az asztalon. Azok számára, akik a világ és azon belül a magyarok jövőjéről gondolkodnak. Az első a háború. Pontosabban
a háborúnak egy nem várt mellék következménye. A háború ugyanis felfedi azt a valóságot, amiben élünk. Ez a valóság nem volt látható és nem volt leírható eddig, de a háborús rakéták villanó fényénél azzá vált. A második nagy téma, ami az asztalon fekszik, mi lesz a háború után? Új világ jön-e, vagy a régi folytatódik? Ha pedig új világ jön, és ez a harmadik nagy témánk, hogyan kell Magyarországnak fölkészülnie erre az új világra? A helyzet úgy áll, hogy mind a háromról beszélnem kell, és itt kell róluk beszélnem. Először is azért, mert ezek olyan nagy témák, amelyeknek megvitatására leginkább a szabad egyetemi forma alkalmas. Másfelől összmagyar megközelítésre van szükség, csak a kis Magyarország szempontjain keresztül szemlélni ezeket a kérdéseket túlságosan szűk lenne, ezért indokolt, hogy a külhoni magyarok előtt beszéljünk ezekről a kérdésekről. Kedves táborlakók, ezek nagy témák, több síkú összefüggésekkel, és nyilvánvaló, hogy a nagy érdemű sem rendelkezhet minden fontos alapinformációval, ezért időnként majd kitérőket is kell tennem. Nehéz feladat, mert három témánk van, egy délelőttünk és egy könyörtelen vitavezetőnk. A következő megoldást választottam. Alaposan beszélek a háború által feltárt valóságos európai hatalmi helyzetről. Utána felvillantok valamennyit a készülődő új világról, és végül utalok inkább csak felsorolásszerűen, kifejtés és érvelés nélkül az erre vonatkozó magyar tervekről. Ennek az előadás módnak megvan az az előnye, hogy ezzel kijelöltük a jövő évi előadás témáját is. A vállalkozás ambíciózus, sőt bátor, föl kell tennünk a kérdést, hogy vállalkozhatunk-e erre egyáltalán, nem haladja-e meg az erőinket. Azért tartom vállalhatónak a kísérletet, mert az elmúlt évben, 2-3 évben nagyszerű tanulmányok és könyvek születtek Magyarországon és külföldön is, és ezeket elérhetővé tették a fordítók a magyar közönség számára is. Másfelől kellő szerénységgel, de emlékeztetnünk kell magunkat arra, hogy mégiscsak mi vagyunk a leghosszabb ideje hivatalban lévő kormány Európában, magam volnék a leghosszabb ideje szolgáló európai vezető, halkan jegyzem meg, hogy a leghosszabb időt ellenzékben töltött vezető is én vagyok. Ezért, amiről most beszélni fogok, azt mind láttam. Olyasmiről beszélek, amit átéltem, és folyamatosan átélek. Hogy meg is értettem-e, az egy másik kérdés, majd az előadás végén kiderül. A háború felfedte valóságról tehát. Kedves barátaim, a háború a mi piros bogyónk. A Matrix című filmre kell gondolni. A főhős előtt egy döntés áll, két bogyóból választhat. Ha a kék bogyót nyeli le, akkor maradhat a látszatok világába, ha a piros bogyót, akkor megnézheti és leereszkedhet a valóságba. A háború a mi piros bogyónk. Ezt kaptuk. Ezt kell lenyelnünk, és most új tapasztalatokkal fölvértezve kell beszélnünk a valóságról. Közhely, hogy a háború a politika folytatása más eszközökkel. Ezt fontos kiegészítenünk azzal, hogy a háború a politika folytatása más perspektívából. Mert a háború a maga könyörtelenségével elvisz bennünket egy új megfigyelő állásra, egy magas lesre, és onnan egy teljesen más, eddig nem ismert perspektívát ad. Egy új közegben és egy letisztult erőtérben találjuk magunkat. Ebben az igazi valóságban elvesztik az erejüket az ideológiák. Elvesztik az erejüket a statisztikai ügyeskedések. Elvesztik az erejüket a médiatorzítások.
a politikusok taktikai füllentései. Nincs többé relevanciája a széles körben elterjedt téveszméknek, sőt, még az összeesküvés elméleteknek sem, marad a pőre és brutális valóság. Kár, hogy Tellér Gyura barátunk már nincs közöttünk, most meglepő dolgokat hallhatnánk tőle, de miután nincs már velünk, ezért velem kell, hogy beérjék, de azt hiszem, hogy megrőkönyödésben nem lesz hiány így sem. A követhetőség érdekében pontokba szedtem mindazt, amit a piros bogyó lenyelése, vagyis 2022. februárja a háború kitörése óta látunk. Először is. A háborúban brutális veszteségeket szenvednek el a felek. 100 000-es nagyságrendben. Most találkoztam velük, biztosan mondhatom, ennek ellenére mégsem akarnak kiegyezni. Miért? Ennek két oka van. Az első, hogy mindketten azt hiszik, hogy győzhetnek, és a győzelemig akarnak harcolni. Másfelől pedig azért, mert mind a kettőt fűti a saját maga valós vagy vélt igazsága. Az ukránok azt gondolják, hogy ez egy orosz invázió, sérti a nemzetközi jogot, a területi szuverenitást, ők valójában önvédelemben vannak és függetlenségi háborút folytatnak. Az oroszok azt gondolják, hogy súlyos NATO katonai fejlesztések történtek Ukrajnában, Ukrajnának megvan ígérve a NATO tagság, és ők nem akarnak sem NATO csapatokat, sem NATO fegyvereket látni az orosz-ukrán határon, vagyis Oroszországnak mondják ők, joga van az önvédelemhez, ez valójában egy kiprovokált háború. Mindenkinek van tehát valamilyen igazsága, vélt vagy valós, nem fogja feladni a háborút, ez egyenes úton vezet az eszkalációhoz, ha két félen múlik, nem lesz béke. Békét csak kívülről lehet hozni. Másodszor. Az előző években ahhoz voltunk szokva, hogy az Egyesült Államok Kínát deklarálta legfőbb kihívónak vagy ellenfélnek. Most mégis azt látjuk, hogy Oroszország ellen vív proxy háborút. Kínát pedig folyamatosan vádolja Oroszország rejtett támogatásával. Ha ez így van, akkor választ vár az a kérdés, hogy mitől észszerű dolog két ilyen nagy országot egy ellenséges táborba összeterelni. Erre a kérdésre még nem kaptunk értelmes választ. Harmadszor. Ukrajna ereje, ellenálló képessége minden várakozást meghalad. 1991 óta ezt az országot mégiscsak elhagyta 11 millió ember. Oligarchák uralták. Korrupció az egekben. Az állam lényegében nem működött. És most mégis egy sikeres, példátlanul erős ellenállást tapasztalunk a részükről. Ukrajna az itt leírt állapotok ellenére valójában egy erős ország. Az a kérdés, hogy mitől? Most a katona múltjuktól és a személyes hősiességtől eltekintve van itt valami, amit érdemes megértenünk. Ukrajna ugyanis hivatást talált magának, a létezésének egy új értelmét fedezte föl. Eddig ugyanis Ukrajna saját magát ütköző zónának látta. Ütköző zónának lenni az egy hervasztó lelkiállapot. Van benne egy tehetetlenségérzés. Úgy érzed, hogy a sorsod nem a saját kezedben van. Ez a köztes állapot következménye. Most azonban fölvillant a nyugathoz tartozás perspektívája. Ukrajna saját magától megszabott új küldetése, hogy a nyugat keleti határőrvidéke legyen. Létezésének értelme és fontossága a saját maga szemében és az egész világ szemében megnőtt. Ez aktív és cselekvő állapotba hozta, amit mi, nem ukránok, agresszív követelőzésnek látunk, és hát mi tagadás, eléggé agresszív is, meg követelőzés is,
az valójában az ukránok igénye, hogy hivatalosan is ismerjék el nemzetközileg az ő hivatásukat. Ez adja azt az erőt, ami példátlan ellenállásra teszi őket alkalmassá. Negyedszer. Oroszország más, mint aminek láttuk, és Oroszország más, mint aminek láttatták velünk. Ennek az országnak a gazdasági életképessége kiemelkedő. Én ott vagyok az Európai Tanács ülésein, a miniszterelnöki csúcsüléseken, és emlékszem arra, amikor mindenfajta gesztusok kíséretében meglehetősen nagyképűen azt mondták a nagy vezetői Európának, hogy az Oroszországgal szembeni szankciók és az úgynevezett SWIFT rendszerből, ez a nemzetközi pénzügyi elszámolás rendszere történő kizárása Oroszországnak térdre fogja kényszeríteni az orosz gazdaságot, azon keresztül pedig az orosz politikát. Nézem az eseményeket, és Mike Tysonnak a bölcsessége jut eszembe, aki egyszer azt mondta, hogy mindenkinek van egy terve, amelyik szájon nem vágják. Ugyanis a valóság az, hogy az oroszok a 2014-es Krím elfoglalása utáni szankciókból levonták a tanulságokat. És nem csak levonták, hanem azokat a tanulságokat cselekvésre is váltották. Végrehajtották a szükséges informatikai és banki fejlesztéseket. Ezért az orosz pénzügyi rendszer nem omlik össze. Kifejlesztettek egy adaptációs képességet, ennek mi kárvallottjai voltunk 2014 után, mert a magyar élelmiszer egy tekintélyes részét Oroszországba exportáltuk, a szankciók miatt nem tehettük, az oroszok korszerűsítették a mezőgazdaságukat, és ma a világ egyik legnagyobb élelmiszer exportőrjéről beszélünk, egy olyan ország, aki korábban behozatalra szorult. Szóval, ahogy leírják nekünk Oroszországot, hogy ez egy merev, neosztálinista autokrácia, ez hamis, valójában egy olyan országról beszélünk, amely technikai, gazdasági, és majd meglátjuk, talán társadalmi rugalmasságot is mutat. A valóság ötödik fontos új ismerete. Az európai politika összeomlott. Európa ugyanis feladta a saját érdekeinek védelmét. Európa ma nem tesz más, mint az USA demokrata párti külpolitikáját követi feltétel nélkül, akár önsorsrontás árán is. A szankciók, amelyeket bevezettünk, alapvető európai érdekeket sértenek, fölviszik az energia árát és versenyképtelenné teszik az európai gazdaságot. Azt, hogy szó nélkül hagyjuk az északi áramlat fölrobbantását, hogy maga Németország szó nélkül hagyja a saját tulajdonában álló vagyontárgyával szemben nyilvánvalóan az amerikai irányításával végrehajtott terrorcselekményt, és erről egy hangot nem mondunk, nem vizsgáljuk, nem akarjuk tisztázni, nem akarjuk jogilag fölvetni, éppen úgy, mint Angela Merkel lehallgatásánál sem cselekedtünk helyesen, amit Dánia segítségével hajtottak végre. Szóval ez nem más, mint a behódolás aktusa. És van itt egy összefüggés, amely bonyolult, de igyekszem szükségszerűen leegyszerűsítve, de átfogóan elmondani önöknek. Az európai politika azért is omlott össze az orosz-ukrán háború kezdete óta, mert az európai hatalmi rendszer lényege a Párizs-Berlin tengely volt. Megkerülhetetlen volt. Ez volt a centrum, és ez volt a tengely. A háború óta kiépült egy másik központ, és egy másik hatalmi tengely. A Berlin-Párizs tengely nem létezik többé. Vagy ha van is, lényegtelen és megkerülhetővé vált. Az új erőközpont és tengely úgy néz ki, hogy London, Varsó, Kijev, a baltiak és a skandinávok. Ne gondolják azt, hogy amikor egy magyar számára meghökkentő módon azt látják, hogy a német kancellár bejelenti, hogy ő a háborúba csak sisakokat küld, majd egy hét múlva bejelenti, hogy nem, hát fegyvert is küldünk. Aztán, amikor a német kancellár bejelenti,
hogy szankciók lehetnek, de az energiára semmiképpen nem terhethet ki, majd két hét múlva ő maga az élére áll a szankciós politikának, ne gondolják, hogy az ember elvesztette az eszét. Éppen fordítva, nagyon is észnél van. És pontosan látja, hogy az amerikaiak és az általuk befolyásolt liberális közvéleményformáló eszközök, egyetemek, szintenkek, kutatóintézetek, média a közvéleményen keresztül bünteti azt a német-francia politikát, ami nem felel meg az amerikai érdekeknek. Ezért van az a jelenség, amiről beszéltem, ezért vannak a sajátos német kancellári bakugrások is. Hogy a hatalmi centrumot megváltoztassák Európába, és kikerüljék a német-francia tengelyt, ez nem új gondolat, csak a háború tette lehetővé. A gondolat korábban is létezett, ez egy régi lengyel terv valójában, amely úgy akarja megoldani Lengyelország problémáját, mármint, hogy Lengyelország bele van szorítva egy hatalmas nagy német és egy nagy hatalmas orosz állam közé, hogy Lengyelországot akarja megtenni Európa első számú amerikai támaszpontjává. Mondhatnám, behívja az amerikaiakat oda a németek meg az oroszok közé. A lengyel nemzeti összterméknek ma 5%-át fordítják hadikiadásra, és a lengyel hadsereg Európa második legnagyobb hadserege a franciák után. Több százezer emberről beszélünk. Régi tervez Oroszországot meggyengíteni, Németországot pedig túlfejlődni. Ez első pillantásra túlfejlődni a németeket fantaszta gondolatának tűnik. De ha a fejlődési dinamikáját nézzük Németországnak és Közép-Európának, Lengyelországnak, akkor már nem tűnik annyira lehetetlennek, különösen, ha közben Németország felszámolja a saját világszínvonalú iparát. Lengyelország ezért a stratégiáját adta föl a V4-ekkel való együttműködést. A V4 más jelentett. A V4 azt jelenti, hogy tudomásul vesszük, hogy van egy erős Németország, van egy erős Oroszország, és a kettő közé a közép-európai államokkal együttműködve egy harmadik tényezőt hozunk létre. A lengyelek ebből kihátráltak, és a francia-német tengelyt elfogadó V4-es stratégia helyett a francia-német tengelyt kiiktató másik stratégia megvalósításához kezdtek hozzá. Ha már beszélünk a lengyel testvérekről, itt halkan említsük meg, különösen most már rongyosra rúdosták a hátsó felünket, talán megengedhetjük mi is magunknak, hogy mondjunk néhány keresetlen őszinte testvéri szót. Szóval a lengyelek a legszemforgatóbb és a legálságosabb politikát csinálják egész Európában. Morálisan kioktatnak bennünket, az oroszokkal való gazdasági kapcsolatainkért kritizálnak, és közben önfeledten üzletelnek az oroszokkal, és vásárolják az olajat áttételeken keresztül ugyan, és működtetik vele a lengyel gazdaságot. Ennél a franciák is jobbak, akik egyébként a múlt hónapban megelőztek bennünket az oroszokból beérkező gázmennyiség vásárlásában, de legalább nem oktatnak ki bennünket morális alapon. A lengyelek üzletelnek is, meg még ki is oktatnak bennünket. Nem láttam ehhez foghatóan mély szemforgató politikát Európában az elmúlt 10 évben. Hogy ez a változás, hogy kikerülik a német-francia tengelyt, az mekkora változás, az úgy mérhetjük föl igazán, ha az idősebbek talán még emlékeznek erre, fölidézzük, hogy 20 évvel ezelőtt, amikor az amerikaiak megtámadták Irakot, és csatlakozásra szólították föl az európai országokat, mi például csatlakoztunk, NATO-tagként, akkor Schröder, Chirac, az akkori francia elnök, akkori német kancellár, és Putyin, orosz elnök együtt tartottak sajtótájékoztatót az iraki háború ellen. Akkor még létezett önálló európai érdeket, francia-német logikában megközelítő gondolkodásmód. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a békemisszió túl a béke megcélzásán azt is sürgeti, hogy Európa folytasson végre önálló politikát. Piros bogyó, 6. pont. A nyugat szellemi magánya. Eddig a nyugat azt gondolta, s úgy is viselkedett,
hogy ő referenciaként, egyfajta világmérceként tekint saját magára. Ő adja azokat az értékeket, amit a világnak el kell fogadnia. Például liberális demokrácia, vagy zöld átállás. Azonban, és ezt a világ nagyjából tudomásul is vette, azonban az elmúlt 2 év során egy 180 fokos fordulat történt. A nyugat most is kiadta az elvárását, az utasítását, hogy a világ foglaljon állást Oroszország ellen és a nyugat mellett morális alapon. Ezzel szemben a valóság az lett, hogy lassan mindenki Oroszországot támogatja. Az, hogy Kína és Észak-Korea ezt teszi, talán nem meglepetés. Hogy Irán is ezt teszi, ismerve Irán történelmét és Oroszországhoz való viszonyát, az azért már valamelyest meglepő. De hogy India, amit a nyugati világ a legnépesebb demokráciának titulál, és az oroszok mellett van, ez mellbevágó. Az, hogy Törökország nem hajlandó elfogadni a nyugat morális alapú elvárását, pedig NATO tag végképp meglepő, és az, hogy a muszlim világ nem ellenséget, hanem partnert lát Oroszországban, teljesen váratlan. Hát egyszer. A háború felfedte azt a tényt, hogy a világ jelenlegi legnagyobb problémája a nyugat gyengesége, illetve szétesése. A nyugati média persze nem ezt állítja, nyugaton azt állítják, hogy a világ legnagyobb veszedelme és problémája az Oroszország és az általa képviselt veszély. Ez tévedés. Oroszország a népességéhez képest túl nagy, ráadásul hiperracionális vezetés alatt áll, egyáltalán egy vezetett ország. Abban, amit csinál, nincsen semmi rejtélyes, logikusan következik az érdekeiből, ezért érthető és kiszámítható. Ellenben a nyugat viselkedése, mint eddig is talán kitűnt a szavaimból, nem érthető, nem kiszámítható, a nyugat nem vezetett, viselkedése nem racionális, és nem tudja kezelni azt a helyzetet, mint a tavalyi előadásomban itt úgy írtam le, hogy 2 nap lett az égen, vagyis megjelent a nyugattal szemben egy kihívás Kína, illetve Ázsia felemelkedésének formájában, és ezt kezelni kellene, de nem vagyunk rá képesek. 8. pont. Ebből fakadóan az igazi feladat a számunkra, hogy a háború fényénél megpróbáljuk újra megérteni a nyugatot. Ugyanis mi közép-európaiak a nyugatot irracionálisnak látjuk. De kedves barátaim, mi van akkor, ha mégis logikusan viselkednek, csak mi nem értjük az ő logikájukat? Ha logikus, ahogyan gondolkodnak és cselekednek, akkor föl kell tennünk a kérdést, hogy mi miért nem értjük őket. És ha erre megtalálnánk a választ, akkor azt is megértenénk, hogy miért ütközik össze Magyarország rendszeresen geo- és külpolitikai kérdésekben az Európai Unió nyugati államaival. Az én megfejtésem a következő. Képzeljük el, hogy arról van szó, hogy mi, vagyis a közép-európaiak világképe nemzetállamokból áll. Miközben a nyugat számunkra elgondolhatatlan módon, de mégis azt gondolja, hogy a nemzetállamok már nem léteznek többé. Ezért az a koordinátorrendszerben mi közép-európa gondolkodunk, teljesen irreleváns. Ugye a mi fölfogásunk szerint a világ nemzetállamokból áll, amelyek otthon erőszakmonopóliumot gyakorolnak, és ezzel közbékét teremtenek. A többi állam felé, a nemzetállam pedig szuverén, vagyis megvan az a képessége, hogy önállóan határozza meg a kül- és belpolitikáját. A mi fölfogásunkban a nemzetállam az nem egy jogi abstrakció, nem egy jogi konstrukció, hanem a nemzetállam egy adott kultúrában gyökerezik. Van közös értékrendje, vagyis antropológiai és történelmi mélysége, ebből pedig közmegegyezésen alapuló közös erkölcsi követelmények fakadnak. Ez az, amit mi nemzetállamnak gondolunk. Ráadásul mi ezt nem is egy 19. században kifejlődött jelenségként értelmezzük, szerintünk a nemzetállamoknak van biblikus alapja, hiszen a teremtés rendjéhez tartozik, mert azt olvassuk az írásba,
hogy nem csak a személyek, hanem a nemzetek is meg lesznek majd ítélve a végítéletkor. Következésképpen ezek nem időleges képződmények, a mi fölfogásunkban. Azonban a nyugatiak ettől teljesen eltérő módon azt gondolják, hogy a nemzetállamok többé nem léteznek. Tagadják ebből fakadóan, hogy létezne közös kultúra és erre épülő közelkölcs. Nincs közelkölcs, ha a tegnapi olimpiai megnyitót megnézték, akkor ezt láthatták. Ezért a migrációról is másképpen gondolkodnak. Szerintük a migráció nem egy veszedelem vagy egy baj, hanem valójában megszabadulás a nemzet alapját adó etnikai homogenitástól. Ez a progresszív liberális nemzetközi térfelfogásnak a lényege. Ezért nem vetődik föl az ő fejükben az az abszurdum, illetve nem látják abszurdnak azt, hogy miközben Európa keleti felén keresztény emberek 100 000 szám ölik egymást, akkor az Európa nyugati felén 100 000 szám engedünk be idegen civilizációból embereket. Hogy mégiscsak a mi közép-európai nézőpontunkból maga az abszurditás. Ez a gondolat meg sem fogalmazódik tőlünk nyugatra. Zárójelbe jegyzem meg, hogy az európai államok az első és a második világháborúban összességében mintegy 57 millió benszülött európai embert vesztettek el. Ha ők, az ő gyerekeik meg az unokáik meglennének, akkor ma Európának semmilyen demográfiai problémája nem lenne. Az Európai Unió azt, amit most elmondtam, az nem egyszerűen csak gondolja, hanem deklarálja. Ha jól olvassuk az európai dokumentumokat, akkor abból világos, hogy a cél a nemzet meghaladása. Igaz, ilyen furcsán van ez írva és mondva, hogy meg kell haladni a nemzetállamokat, de valami kicsi azért maradjon meg benne. De a lényeg, hogy mégiscsak a hatáskörök, a szuverenitás a nemzetállamoktól menjen át Brüsszelbe. Minden jelentős intézkedés mögött ez a logika húzódik meg. Az ő fejükben a nemzet egy történelmi, vagyis átmeneti képződmény, a 18-19. Századból fakad, ahogy jött, úgy mehet is. Ők már Európa nyugati fele poszt-nemzeti állapotban van. Ez nem csak egy politikailag különböző helyzet, hanem amiről próbálok most itt beszélni az, hogy ez egy új mentális tér. Ha nem a nemzetállamok felől nézed a világot, egy egészen más valóság rajzolódik ki előtted, és itt van elásva a kutya, amiért nem értjük, amiért nem tudunk egy malomban őrölni az Európa nyugati felén és keleti felén érő ország. Ha mindezt rávetítjük az Egyesült Államokra, akkor valójában ez a csata zajlik. Mi legyen az Egyesült Államokból? Legyen-e ismét nemzetállam, vagy folytassa a menetelését egy posztnemzeti állapot felé? Donald Trump elnök úr éppen azt tűzi ki célul, hogy az amerikai népet a posztnemzeti liberális állapotból visszahozza, visszarángassa, visszaerőltesse, visszaemelje a nemzetállami állapotba. Ezért ilyen óriási a tétje az amerikai választásnak. Ezért látunk olyasmit, amit korábban sohasem. Ezért akarják megakadályozni, hogy Donald Trump el tudjon indulni a választáson. Ezért akarják börtönbe zárni. Ezért veszik el a vagyonát. És ez nem segít, ezért akarják megölni. És ne legyen kétségünk, hogy az, ami történt, nem biztos, hogy az utolsó kísérlet volt ebben a kampányban. Zárójelet nyitok. Tegnap beszéltem az elnök úrral, aki kérdezte, hogy hogy vagyok. Mondtam, hogy remekül, mert itt vagyok egy erdélyi nevű földrajzi képződményen. Ennek az elmagyarása nem olyan egyszerű, különösen angolul és különösen Trump elnök úrnak, de itt vagyok Erdélyben, egy szabad egyetemen, ahol előadást fogok tartani a világ helyzetről, és azt mondta, hogy föltétlenül adjam át a táborlakóknak és a szabad egyetem részvények az ő személyes, szívből jövő üdvözletét. Megjegyzem, hölgyeim és uraim, hogy John McLaughlin úr személyében Trump elnök úrnak a tavaly táborunkban lévő kampányfőnöke annyira jól érezte magát, hogy idén is részt vett a tábornak a vitái során, és idén már a feleségét is elhozta. El fogja tudni majd mondani pontosan, hogy Transzilvánia, Erdély,
hol van és mit jelent az elnök úrnak. Köszönöm. Na most, hogyha megpróbáljuk megérteni, hogy hogyan jött létre az a nyugati gondolkodás, amit egyszerűség kedvéért nevezünk posztnemzeti gondolkodásnak és állapotnak, akkor az 1960-as évek nagy illúziójához kell visszamennünk. Az 1960-as évek nagy illúziója, amely két formában öltött testet, az első a szexuális forradalom, a másik pedig a diáklázadások, valójában annak a hitnek a kifejeződése volt, hogy az egyén szabadabb és nagyobb lesz, ha megszabadul mindenfajta kollektívától. Azóta kiderült, eltelt több mint 60 év, hogy az egyén éppen ellenkezőleg csak közösségen keresztül és közösségben válhat naggyá, egyedül sosem lesz szabad, mindig magányos lesz, és zsugorodásra van ítélve. Nyugaton egymás után megszabadultak a metafizikai kötelektől, vagyis az Istentől, a nemzeti kötelektől, vagyis a hazától, és a családi kötelektől is, visszautalok ismét a Párizsi olimpia megnyitására, vagyis a családtól. Most, hogy sikerült ettől mind megszabadulniuk, és amitől azt várták, hogy az egyén majd nagyobb lesz, azt tapasztalják, hogy ürességet éreznek. Nem nagyok lettek, hanem kicsik. Ugyanis nyugaton már nem vágynak sem nagy eszményekre, sem közös nagy lelkesítő célokra. Itt kell beszélnünk a nagyság titkáról. Mi is a nagyság titka? A nagyság titka az, hogy képes vagy arra, hogy valami nálad nagyobb dolgot szolgálj. Ez először is el kell ismerni, hogy van a világon valami, vagy vannak a világon dolgok, amelyek nagyobbak nálad, hogy utána el kell magad szánnod arra, hogy ezeket a nagyobb dolgokat szolgáljad. Nem sok ilyen van. Van az Istened, a hazád, meg a családod. Ha azonban nem ezt teszed, hanem helyette az önmagad nagyszerűségére összpontosítasz, és a saját magad nagyszerűségét, hogy okosabb, szebb, tehetségesebb vagy, mint az emberek többsége, ha erre fordítod az erődet, hogy ezt mind elismertesd a többiekkel, akkor amit kapsz, az nem a nagyság lesz, hanem a nagyképűség. És ma ezért érezzük minden mozdulatban, a nyugat-európaiakkal való beszélgetésben a nagyság helyett a nagy képűséget. Azt kell mondanom, hogy bekövetkezett az a helyzet, amit ürességnek nevezhetünk, és a feleslegesség érzése, ami ezzel együtt jár, agresszivitást szül. Ezért megjelent az agresszív törpe, mint új embertípus. Összegezve azt akarom mondani önöknek, hogy mikor Közép-Európáról és Nyugat-Európáról beszélünk, akkor nem véleménykülönbségekről beszélünk, hanem két különböző világképről, két mentalitásról, két ösztönrendszerről, és ebből fakadóan két különböző érvelésről. Nálunk nemzetállam, ami stratégiai realizmusra kényszerít bennünket. Náluk posztnemzeti vágyálom, amely érzéketlen a nemzeti szuverenitásra, nem ismeri a nemzeti nagyságot, és nem is rendelkezik közös nemzeti célokkal. Ezzel kell szembevetnünk, ez a realitás. És végezetül a valóság utolsó eleme, az pedig az a dolog, hogy ennek a posztnemzeti állapotnak, amit nyugaton látunk, van egy súlyos, mondhatnám drámai, demokráciát megrengető politikai következménye. Ugyanis a társadalmakban egyre erőteljesebb az ellenállás a migrációval szemben, a genderrel, a háborúval és a globalizmussal szemben. És ez létrehozza az elit és a nép, az elitizmus és a populizmus politikai problémáját. Ez ma a nyugati politika meghatározó jelensége. Ha olvassák a szövegeket, nem kell feltétlenül meg is érteni, ugyanis nem mindig van értelme, de ha olvassák a szavakat, akkor ezeket a kifejezéseket fogják leggyakrabban megtalálni.
Ez annyit jelent, hogy az elitek elítélik a népet, amiért a jobb oldal irányába sodródik. A népnek az érzéseit és gondolatait idegen gyűlöletnek, homofóbiának és nacionalizmusnak minősítik. A nép megválaszul eközben, azzal gyanúsítja az elitet, hogy nem azzal foglalkozik, ami neki fontos, hanem valami esztelen globalizmusba süllyed. Ebből fakadóan az elitek és az emberek nem tudnak megállapodni egymásról az együttműködés kérdésében. Említhetnék számos országot. De ha nem tudnak megállapodni az emberek meg az elitek az együttműködésre, akkor hogyan lesz abból képviseleti demokrácia? Mert van itt egy elit, amely nem akarja képviselni az embereket, sőt büszke rá, hogy nem is akarja őket képviselni, és itt a nép, amelyik nincs képviselve. Valójában azzal a helyzettel állunk szembe, hogy a felsőfokú végzettségűek, akik tömegeivel jelennek meg, most már nem 10% alatti a nyugati világban a felsőfokúak végzettsége, hanem 30-40%, és ezek az emberek a nézeteik miatt nem tisztelik a kevésbé iskolázottakat, akik tipikusan dolgozó emberek, munkából élő emberek. Az elitek számára kizárólag a diplomások értékei elfogadhatóak, csak azok legitimek. Az európai parlamenti választás eredményt is innen lehet megérteni. Begyűjtötte az Európai Néppárt a változást akaró jobboldali népi szavazatokat, majd utána ezeket a szavazatokat elvitte balra, és megállapodott a status quo-ban érdekelt baloldali elittel. Ennek következménye van az Európai Unióra nézve. Az a következménye, hogy Brüsszel továbbra is egy liberális oligarchia megszállása alatt van. Ez az oligarchia tartja a markában. Ez a balliberális elit valójában a transatlanti elitet szervezi. Nem európai, hanem globális, nem nemzetállami, hanem föderális, és nem demokratikus, hanem oligarchikus. Ez ránk nézve is következményekkel jár, mert Brüsszelben visszatért a 3T. A tiltott, a tűrt, meg a támogatott. Mi a tiltott kategóriába tartozunk. Az európai patriótákat ezért ki is rekesztették mindenfajta pozíciónak az elosztásából. Mi a tűrt politikai közösség világát éljük, miközben a hazai ellenfeleink, azok pedig az erősen támogatott kategóriába tartoznak, különösen az Európai Néppárthoz újonnan csatlakozottak. És talán utoljára még egy utolsó tizedik pontot is hadd mondjak el, ami arról szól, hogy hogyan váltak a nyugati értékek, ami a úgynevezett puha hatalomnak, a soft powernek volt a lényege, hogyan váltak bumerángá. Kiderült, hogy ezek a nyugati értékek, amelyeket univerzálisnak gondoltak, a világ egyre több országában demonstratíve nem elfogadhatók, és visszautasítják őket. Kiderült ugyanis, hogy a modernitás, a modern fejlettség az nem nyugati, vagy legalábbis nem kizárólagosan nyugati. Hiszen modern Kína is, egyre inkább az India is, modernizálódnak az arabok, a törökök, és ezek egyáltalán nem a nyugati értékek alapján válnak modern világgá. És közben ebből a nyugati puha hatalomból, soft powerből egy orosz soft power lett, mert a nyugati értékterjesztés kulcsa most az LMBTQ, és aki azt nem fogadja el, azt a nyugati világ elmaradott kategóriába sorolja. Ezért bár nem tudom, figyelték-e, de figyelemre méltó szerintem, hogy olyan országok, mint Ukrajna, Tajvan, Japán az elmúlt fél évben LMBTQ párti törvényeket fogadtak el. A világ azonban ezzel nem ért egyet. Következésképpen Putyin legerősebb taktikai fegyvere ma a nyugati LMBTQ erőltetése, az ezzel való ellenáll, ezzel szemben való ellenállás pedig Oroszország legerősebb nemzetközi vonzereje lett, és így bumeránként a volt nyugati soft power ma egy orosz soft power-ré alakult át. Összességében, tisztelt hölgyeim és uraim, azt mondhatom, hogy a háború segített nekünk megérteni a világ valódi hatalmi állapotát, jelzi, hogy a nyugat bicskája beletörik abban, amire vállalkozott, és ezzel felgyorsítja azokat a változásokat, amelyek átalakítják a világot. Az első előadásom véget ért. Most jön a második.
Mi következik most? Másik kettőt már rövidebben kell megfogalmazni. Rövidebben kell mondja a Zsolt. Tehát mik második előadás témája az, hogy mi következik ebből? Először is itt intellektuális bátorságra van szükség. Tehát nagy ecsetvonásokkal kell dolgozni, mert meggyőződésem szerint a magyarok sorsa azon dől el, hogy értik-e azt, ami történik a világban, és megértjük-e mi magyarok, hogy milyen lesz a világ a háború után. Véleményem szerint új világ jön. Mi nem vagyunk azzal vádolhatóak, hogy szűk lenne a fantáziánk, vagy szellemi renyhességgel küszködnénk, de még mi is, én személy szerint is alábecsültem az elmúlt években, amikor itt beszéltem, annak a változásnak a nagyságrendjét, ami most történik és amiben élünk. Kedves barátaim, tisztelt táborlakók, egy olyan változásban vagyunk, egy olyan változás jön, amire 500 éve nem volt példa. Ez azért nem tűnt föl nekünk, mert az elmúlt 150 évben is nagy változások történtek velünk is körülöttünk, de ezekben a változásokban a világ meghatározó vezető hatalma mindig nyugaton volt. És mi abból indultunk ki, a mostani változás is valószínűleg ebben a nyugati logikában történik majd meg. Ezzel szemben ez egy új helyzet. Régen a változások nyugatos módon történtek, Habsburgok fölemelkedtek, aztán lehanyatlottak, Spanyolország föl, ez lett a hatalmi centrum, ők le, az angolok föl. A monarchiáknak vég lett az első világháborúban. Az angolokat fölváltották az amerikaiak, mint világ első. Aztán az amerikai-orosz hidegháborút megnyerték az amerikaiak. De ezek mind a mi nyugati logikánkon belül maradtak. De most nem ez a helyzet. Ezzel kell igazából szembesülni, mert a nyugati világ most nem a nyugati világon belülről kapott kihívást, ezért a változás logikája is felborult. Amiről beszélek és amivel szemben állunk, az valójában egy világrendszerváltás. Ez pedig Ázsia irányából kiinduló folyamat. Röviden és primitíven fogalmazva, a következő hosszú-hosszú évtizedekben, de lehet, hogy évszázadokban, mert az előző világrendszer is 500 évig állt fönn, Ázsia lesz a világ meghatározó központja. Kína, India, Pakisztán, Indonézia, és sorolhatnám. Már a formáikat, a platformjaikat is megalkották, van ez a BRICS nevű képződmény, ahol már ők vannak, és létezik a Shanghai Együttműködési Fórum, ahol ezeknek az országoknak az új világgazdaságát építik föl. Szerintem ez azért elkerülhetetlen folyamat, mert Ázsia oldalán van a demográfiai előny, egyre több területen ott van a technológiai előny, ott van a tőke előny, a nyugattal szembeni katonai erő kiegyenlítődés alatt áll, Ázsiában lesz, vagy talán már ott van a legtöbb pénz, ott lesznek a legnagyobb pénzügyi alapok, ázsiaiak lesznek a világ legnagyobb vállalatai, ott lesznek a legjobb egyetemek, a világ legjobb kutatóintézetei, legnagyobb tőzsdéi, ott lesznek, vagy már most ott van a legfejlettebb űrkutatás és a legfejlettebb orvostudomány. Plusz még mi nyugatiak, még az oroszokat is jól beletereltük ebbe a most formálódó új egységbe. Kérdés, hogy a folyamat visszafordítható-e vagy sem, és ha igen, mikor vált visszafordíthatatlanná? Szerintem ez 2001-ben történt, amikor mi nyugatiak úgy döntöttünk, hogy Kínát meghívjuk és felveszük a világkereskedelmi szervezet tagjai közé, közismertebb nevén a WTO-ba. Azóta ez a folyamat szinte megállíthatatlan és visszafordíthatatlan. Trump elnök azon dolgozik, hogy erre a helyzetre megtalálja az amerikai választ. Valójában Donald Trump kísérlete valószínűleg az USA utolsó lehetősége, hogy a világ elsőséget megőrizze. Erre mondhatjuk, hogy erre 4 év nem elegendő. De ha megnézik, hogy kit választott alelnöknek, aki egy fiatal és nagyon erős ember, akkor ha most Donald Trump nyer, 4 év múlva az alelnöke indul, aki 2-szer mehet, az 12 év. És 12 év alatt egy nemzetstratégiát már végre lehet hajtani. A meggyőződésem az, hogy sokan azt gondolják,
hogy ha Donald Trump visszatér, akkor az amerikaiak úgy akarják megőrizni a világ elsőségüket, hogy meg akarják tartani a világban elfoglalt pozícióikat. Szerintem ez tévedés. Persze senki nem ad föl önszántából pozíciókat, de nem ez lesz a legfontosabb cél. Pont ellenkezőleg, elsőbséget az élvez majd, hogy újraépítsék és megerősítsék Észak-Amerikát. Ami nem csak az USA-t, hanem Kanadát meg Mexikót is jelenti, mert ez egy gazdasági övezet. És kevésbé lesz fontos a világban elfoglalt helye Amerikának. Komolyan kell venni, amit az elnök mond. Amerika first. Mindent ide. Mindent haza. Ezért mindenhonnan tőkebevonó képességet építenek ki. Mi már ettől szenvedünk, a nagy európai cégek nem Európában fektetik be a pénzüket, hanem Amerikában, mert már megvalósulni látszik a tőkebevonzó képesség. Ki fogják facsarni mindenkiből mindennek az árát? Nem tudom, olvasták-e, mit nyilatkozott az elnök úr, például, hogy ők nem egy biztosító társaság, és ha Tajvan biztonságot akar, akkor fizessen. Meg fogják fizettetni a biztonság árát velünk, az európaiakkal, a NATO-val, és Kínával is el fognak érni egy kereskedelmi mérlegjavítást tárgyalásokon keresztül, és azt az USA javára fogják megváltoztatni. Megindítják a hatalmas amerikai infrastrukturális fejlesztéseket, hadipari kutatásokat, innovációkat, elérik, vagy talán már el is érték az energetikai önellátást, a nyersanyag önellátást, és végül meg fognak javulni ideológiailag is. Föl fogják adni a demokrácia exportot. America first. Vége van a demokrácia exportnak. Ez a kísérlet lényege, amelyel Amerika az itt leírt helyzetre reagál. Mi az európai válasz a világrendszerváltásra? Nekünk két lehetőségünk van. Az elsőt úgy hívjuk, hogy skanzen. Ez van most. Efelé tartunk. Az USA alá betagolódva egy alászakosított szerepben marad Európa, egy kontinens, aminek csodájára jár a világ, de már nincsen benne fejlődési dinamika. A második lehetőség, amit Macron elnök úr hirdet meg, a stratégia autonómia. Magyarul be kell neveznünk a világrendszerváltás versenyébe. Mégiscsak úgy, mint az USA teszi, saját logika szerint. Mégiscsak 400 millió emberről beszélünk, újra lehet teremteni Európa tőkevonzó képességét, Amerikából is vissza lehet hozni a tőkét, lehet csinálni nagy infrastruktúrális fejlesztéseket, különösen Közép-Európában, Budapest-Bukarest TGV, Varsó-Budapest TGV, hogy csak a saját szempontunkat említsem. Kell egy európai katonai szövetség, erős európai hadiparral, kutatással és innovációval, meg kell teremteni az európai energia önellátást, ami atomenergia nélkül nem fog menni, és a háború után kell kötni egy új kiegyezést Oroszországgal. Ez pedig azt jelenti, hogy az Európai Uniónak, mint politikai projektet fel kell adnia magát, az Uniónak, mint gazdasági projektnek meg kell magát erősíteni, és az Uniónak, mint védelmi projektnek létre kell saját magát hoznia. Ami mindkét esetben bekövetkezik, ha skanzen, ha beszállunk a versenybe, az az, hogy föl kell készülnünk arra, hogy Ukrajna nem lesz se NATO tag, se Európai Uniós tag, mert nekünk, európaiaknak nincs hozzá elegendő pénzünk. Ukrajna vissza fog térni az ütköző állampozícióhoz, ha szerencséjük van, akkor most nemzetközi biztonsági garanciákkal, amit majd az USA és Oroszország közötti megállapodás rögzít, és amiben talán mi európaiak is részt vehetünk. A lengyel kísérlet el fog bukni, mert nincs hozzá elegendő forrásuk, vissza kell térniük Közép-Európához és a V4-ekhez, úgyhogy várjuk vissza a lengyel testvéreket. A második előadás is véget ért. Már csak egy van. Ez Magyarországról szól. Ebben a helyzetben mit kell tennie Magyarországnak? Először is rögzítsük azt a szomorú tényt, hogy 500 évvel ezelőtt, amikor az utolsó világrendszerváltás történt, akkor annak Európa nyertese lett, Magyarország pedig vesztese. Ez volt az az időszak, amikor Európa nyugati felén a földrajzi felfedezéseknek köszönhetően kinyílt egy új gazdasági tér, amiben mi egyáltalán nem tudtunk részt venni.
szerencsétlenségünkre, balszerencsénkre ezzel egy időben egy civilizációs konfliktus is berúgta az ajtónkat, mert az iszlám hódítása ezzel egy időben érkezett meg Magyarországra, és háborús övezetté tett bennünket hosszú évekre. Ez óriási népességvesztéssel járt, ami betelepítést vont maga után, aminek mai következményeit láthatjuk, és sajnos nem voltunk az kép, nem állt rendelkezésünkre az ebből a helyzetből való kitörés, önerőből való képessége, nem tudtuk magunkat önerőből felszabadítani, ezért be kellett tagozódnunk egy német Habsburg világra hosszú századokon keresztül. Emlékeztessük magunkat arra is, hogy 500 évvel ezelőtt a magyar elit pontosan értette, hogy mi történik. Értette a változás természetét, de nem voltak meg az eszközei, és nem tudta fölkészíteni az országot erre a változásra. Ezért azok a tértágító kísérletek, politikai, gazdasági és katonai, tértágító és a bajt megelőző kísérletek, elővágások, amelyekkel próbálkoztak, nem sikerültek. Ilyen volt Mátyás királynak az a kísérlete, hogy Zsigmond nyomán megpróbálja megszerezni a német-római császárság posztját, és onnan tudja Magyarországot bekapcsolni a világrendszerváltásba. Ez nem sikerült, de én ide sorolom egyébként azt a kísérletet is, hogy Bakócz Tamás pápa jelölt lett, ami egy másik lehetőséget adott volna, hogy bekapcsolódjunk nyertesként ebbe a világrendszerváltásba, de ezek nem sikerültek. Ezért aztán ennek a korszaknak a magyar szimbóluma, a magyar kudarc szimbóluma az Mohács. Vagyis a magyar hanyatlás egybeesik a nyugat világhatalmának kezdetével. Azért fontos, mert tisztáznunk kell most a viszonyunkat ehhez az új világrendszerváltáshoz. Két lehetőségünk van. Ez most veszély Magyarország számára, vagy lehetőség Magyarország számára? Ha veszély, akkor nekünk status quo védőpolitikát kell folytatnunk, együtt kell úsznunk az Egyesült Államokkal és az Európai Unióval, a nemzeti érdekeinket azonosítani kell a nyugat valamelyik vagy mindkét ágával. Ha nem veszélynek látjuk ezt, hanem lehetőségnek, akkor egy saját fejlődési útvonalat kell kijelölni, változtatnunk kell és kezdeményezőnek kell lenni. Vagyis egy nemzeti politikát érdemes folytatni. Én ennek az utóbbinak vagyok a híve, én ez utóbbi iskolához tartozom. A mostani világrendszerváltás nem veszély, nem elsősorban veszély, hanem inkább lehetőség. Ha azonban egy önálló nemzeti politikát akarunk folytatni, akkor az a kérdés, hogy megvannak-e ennek a szükséges peremfeltételei. Magyarul nem lépek-e a tüdőnkre, még inkább a nyakunkra. Vagyis megvannak-e a saját út peremfeltételei az USA-hoz, az Európai Unióhoz és az Ázsiához való viszonyunkban. Röviden erről csak azt tudom mondani, hogy az USA fejleményei nekünk kedvező módon alakulnak. Én nem hiszem, hogy az Egyesült Államoktól kapunk olyan gazdasági és politikai ajánlatot, amely jobb lehetőséget teremt a számunkra, mint az Európai Uniós tagság. Ha mégis kapnánk, akkor ezt meg kell fontolni. Kiküszöbölendő persze a lengyel csapdát, akik erre a lapra tettek föl sok mindent, de demokrata kormány volt Amerikába, és a lengyel nemzetstratégiai célokban segítették őket, de egy olyan demokrácia exportot, LMBTQ, migráció, belső társadalmi átalakítási politikát kényszerítenek rá a lengyelekre, ami tulajdonképpen a nemzeti identitás vesztés kockázatát hordozza. Tehát, ha Amerikából lesz is ajánlat, azt alaposan meg kell fontolnunk. Ha Ázsiát és Kínát nézzük, akkor azt kell mondani, hogy a peremfeltételek ott is adottak, mert Kínától megkaptuk az ajánlatot. Megkaptuk a maximális ajánlatot, nem fogunk jobbat kapni. Ez a következőképpen összegezhető. Kína messze van, számukra Magyarország Európai Uniós tagsága érték. Szemben az amerikaiakkal, akik állandóan pedzegetik, hogy esetleg ki kéne nekünk onnan lépni. A kínaiak szerint ott jó helyen vagyunk, akkor is, hogyha az EU-s tagság korlátozást jelent, hiszen nem tudunk önálló kereskedelempolitikát folytatni, mert az uniós tagság közös kereskedelempolitikával jár. Erre azt mondják a kínaiak, ha ez a helyzet, akkor vegyünk részt egymás modernizációjában. Persze az egeret hívják meg az oroszlánok, akkor mindig észre kell lenni, mert a valóság és a méretarányok mégiscsak számítanak, de ez a májusi kínai elnöki látogatáskor meghirdetett kínai ajánlat,
hogy vegyünk részt egymás modernizációjában, ez azt jelenti, hogy ők hajlandóak nagy arányban befektetni és fejlesztési forrásokat adni Magyarországon, és ott pedig Kínában hajlandóak számunkra piaci részvételi lehetőséget nyújtani. Mi következik EU és Magyarország viszonyára, ha peremfeltételként nézzük az uniós tagságunkat? Én úgy látom, hogy az Európai Unió nyugati része nem tér már vissza a nemzetállami formához. Ezért ők továbbra is számunkra ismeretlen vizeken fognak hajózni. Az unió keleti része, vagyis mi megvédhetjük a nemzetállami formánkat. Erre képesek lehetünk. Az unió a most folyó háborút elvesztette. Az USA magára fogja hagyni. Európa nem tudja finanszírozni a háborút, nem tudja finanszírozni Ukrajna újjáépítését, sőt nem tudja finanszírozni Ukrajna működtetését sem. Zárójel, miközben Ukrajna további hiteleket kér tőlünk, zajlanak a tárgyalások a korábban felvett hitelek nem fizetéséről. Ma azon vitatkoznak a hitelezők meg Ukrajna, hogy a fölvett hitel 20%-át vagy 60%-át kell visszafizetniük. Ez a valóságos helyzet. Vagyis az Európai Uniónak meg kell fizetnie a háborús kaland árát. Ez az ár magas lesz, és bennünket is kedvezőtlenül fog érinteni. Ebből pedig az következik számunkra, Európa mint peremfeltétel, hogy az Európai Unió tudomásul veszi, hogy közép-európai országok bent maradnak az Európai Unióban, eközben nemzetállami fundamentumokon maradnak, és saját külpolitikát fognak folytatni. Ezt ugyan nem szeretik, de kénytelenek lesznek eltűrni. Különösen azért, mert az ilyen országok száma növekedni fog. Összességében tehát azt mondhatom, hogy Amerika, Ázsia és Európa irányából a önálló nemzetpolitikához szükséges peremfeltételek adottak, ezek kijelölik a mozgásterünk határait, ez a tér ez tágas, és tágasabb, mint az elmúlt 500 évben bármikor volt. Ezek után az a kérdés, hogy mit kell tennünk, hogy ezt a teret kedvezően tudjuk kihasználni. Ha világrendszerváltás van, akkor szükség van egy ehhez méltó stratégiára. Ha világrendszerváltás, akkor kell egy magyar nagy stratégia. A szórend fontos. Nem nagy magyar stratégia kell, hanem magyar nagy stratégia. Ez azt jelenti, hogy kis stratégiáink eddig is voltak, általában 2030-as horizonttal. Ezek akciótervek, amelyek szakpolitikai programok, és azt célozták, hogy amit 2010-ben elkezdtünk, amit nevezzünk nemzeti kurzus építésnek, azt egyszerűen befejezzük. Ezeket végig is kell vinni. De ez egy világrendszerváltáskor nem elég, ott szükségünk van egy nagy stratégiára, egy hosszabb időtávra. Különösen, hogyha abból indulunk ki, hogy az a világrendszerváltás elvezet egy olyan hosszú távon fennmaradó stabil állapothoz, amely akár évszázadokig is fönnmarad, hogy ez így lesz-e, azt persze majd az unokáink fogják elmondani a 2050-es tustándi találkozón. Hogy állunk a magyar nagy stratégiával? Van-e magyar nagy stratégia a fiókba? Megvolnánk, sőt, megvagyunk. Ez a válasz. Ugyanis a háború az elmúlt két évben minket is felgyorsított. Történt itt néhány dolog, amit a nagy stratégia megalkotása érdekében döntöttünk el, még ha ilyen összefüggésben nem is beszéltünk róla. A 2022-es választás után egy ilyen nagy stratégia kidolgozását azonnal megkezdtük. Szokatlan módon a magyar kormányban van politikai igazgató, akinek valójában az a feladata, hogy ezt a nagy stratégiát összeállítsa. Bekapcsolódtunk Donald Trump elnök úr csapatának programíró rendszerébe. Mélyen veszünk ott részt. A Magyar Nemzeti Bank kutatói már korábban bekapcsoltak az ázsiai, különösen a kínai stratégiaalkotó műhelyeknek a munkájába. És hátrányból előnyt kovácsolva, miután arra kényszerültünk, hogy minisztert váltsunk, ezért nem egy technokratát, hanem egy stratégiai gondolkodót hoztunk be, és egy külön a kormányba, és egy külön Európai Unió minisztériumot csináltunk Bóka Jánossal, és így Brüsszelben sem passzívak vagyunk, hanem tanyát vertünk, nem kijövünk onnan, hanem befele vonulunk. És van a magyar kormány körül jó néhány ilyen puha hatalomépítésére alkalmas intézmény,
szinten kutatóintézetek, egyetemek, amelyek az elmúlt két évben többszörös fordulatszámon pörögnek. Van tehát magyar nagy stratégia. Milyen állapotban van? Azt tudom mondani, hogy még nincs jó állapotban. Azért nincs jó állapotban, mert a nyelvezete túlságosan értelmiségi. És a mi politikai előnyünk és versenyelőnyünk pontosan abból fakad, hogy mi az emberekkel képesek vagyunk egy olyan egységet létrehozni, amelyben mindenki pontosan értheti, hogy mit és miért csinálunk. Ez a közös cselekvés képességének az alapja. Ugyanis az emberek csak akkor védenek meg egy tervet, ha értik, és látják, hogy ez nekik jó. Ellenkező esetben brüsszeli blabla alapon ez nem megy. Ami most megvan, magyar nagy stratégia, a sajnos még nem emészthető és nem közérthető. Kell még jó fél év, hogy ebbe az állapotba kerüljön. Most nyers és prőd. Azt is mondanám, nem töltőtollal írták, hanem vésővel, és még sok smirgli papírt kell elhasználnunk, hogy közérthető legyen. De most azért röviden bemutatom, ami már megvan. Tehát a, ezt még meghallgatjuk. Tehát a magyar nagy stratégiájának a veleje, értelmiségi nyelv mondom, az a konnektivitás. Ami azt jelenti, hogy nem engedjük magunkat bezárni a most kialakuló két fél világgazdaság egyikébe se. Nincs kizárólag nyugati meg keleti világgazdaság. Mind a két félben ott kell lennünk, a nyugatiban is, meg a keletiben is. Ebből adódnak következmények. Első, nem szállunk be a kelet elleni háborúba. Nem szállunk be a kelet elleni technikai blokkosodásba, és nem szállunk be a kereskedelmi blokkosodásba sem. Barátokat és partnereket gyűjtünk, nem pedig gazdasági vagy ideológiai ellenségeket. Nem lecsatlakozunk valaki mellé, ami intellektuálisan sokkal egyszerűbb, hanem önálló utat járunk, ami nehéz, de hát a politikát nem véletlenül hívják művészetnek. A második fejezet a nagy stratégiának, ez az a szellemi alapokról szól. Ennek a lényege a szuverenitás védelme. A külpolitikáról már eleget beszéltem, de ebben a stratégiában le van írva a nemzeti szuverenitás gazdasági alapja is. Az elmúlt években mi egy piramist építettünk föl. Ennek a hegyében vannak a nemzeti bajnokok. Alatta helyezkednek el a nemzetközileg versenyképes középvállalatok, alatta a hazai piacra termelő cégek, és legalul a kisvállalatok és egyéni vállalkozók. Ez az a magyar gazdaság, amely képes megadni a szuverenitás alapját. Megvannak a nemzeti bajnokok bankszektorban, energiaszektorban, élelmiszeriparban, mezőgazdasági alapanyagtermelésben, informatikában, távközlésben, médiában, építőiparban, ott mind a mély és a magas építésben, ingatlanfejlesztésben, a gyógyszeriparban, a hadiiparban, a logisztikában, és az egyetemek révén valamelyest a tudásiparban is. És ezek a nemzeti bajnokaink, ezek nem csak otthon bajnokok, ezek mind kint vannak már a nemzetközi térben, és versenyképesnek bizonyultak. Ez alatt helyezkednek el a középvállalataink. Szeretném őket tájékoztatni, hogy Magyarországnak ma 15 ezer nemzetközi térben dolgozó, tehát versenyképes középvállalata van. Amikor a kormányzás megkezdtük 2010-ben, ez 3 ezer volt. Ma 15 ezer van. És persze szélesíteni kell az egyéni és a kisvállalkozók jelentette alapot. Ha béke költségvetést tudunk csinálni, és nem háborúst 2025-re, akkor nagy programot indítunk a kis- és középvállalkozók számára. A szuverenitásnak gazdasági alapját jelenti az is, hogy a pénzügyi függetlenségünket erősíteni kell, az adósságunkat nem az 50 meg a 60, hanem a 30% közelébe kell levinni, és regionális hitelezőként meg kell jelenni. Már ma is teszünk erre kísérleteket, a régióban Magyarország államkölcsönöket nyújt olyan baráti országoknak, akik valamiért fontosak Magyarország számára. Fontos, hogy a stratégia szerint termelőközpontnak kell maradnunk. Nem szabad átváltanunk egy szolgáltatás központú gazdaságra, a szolgáltató szektor fontos, de meg kell őrizni a termelőközpont jellegét Magyarországnak, mert a hazai munkaerő csak itt találhat 100%-os foglalkoztatást. A nyugat hibáját nem szabad elkövetni, hogy bizonyos termelő munkákat vendégmunkásokkal végeztet el, mert már derogál a benszülötteknek bizonyos munkákat elvégezni. Ha ez bekövetkezik Magyarországon, az egy olyan társadalmi bomlást indít el, amit nehéz lesz megállítani. És ide tartozik még a szuverenitás védelemhez
az egyetemi és innovációs központok kiépítése is. Harmadik fejezet úgy hangzik, hogy mi a nagy stratégia teste, vagyis mi a magyar társadalom, amiről beszélünk. Ennek a magyar társadalomnak ahhoz, hogy nyertesek legyünk, szilárdnak és rugalmasnak kell lennie, szilárd és rugalmas társadalom szerkezettel kell rendelkezni. Ennek első föltétele a demográfiai hanyatlást meg kell állítani. Jól indultunk, de most elakadtunk. Új lendületet kell venni. 2035-re demográfiai értelemben Magyarországnak önfenntartó állapotba kell kerülni. Nem lehet szó migrációból pótolt népességről. A nyugati tapasztalat az, hogyha többen vannak a vendégek, mint a tulajdonosok, akkor az otthon többé nem otthon. Ezt a kockázatot nem szabad vállalni. Ezért, hogyha békeköltségvetést tudunk csinálni, mert a háborúnak vége lesz, akkor a 25-ös évben a gyerekek utánról adókedvezményt valószínűleg nem egy, hanem két lépésben, de egy év alatt meg kell duplázni, hogy visszanyerjük a demográfiai javulásnak a lendületét. Folyamatosan zsilipelni kell azokat Nyugat-Európából, akik keresztény nemzeti országban szeretnének élni. Ezeknek a száma folyamatosan nőni fog, semmi automatizmus, most mi válogatunk. Eddig őt válogattak, most mi válogatunk. A társadalomnak ahhoz, hogy stabil és rugalmas legyen, középosztály alapúnak kell lennie, vagyis a családoknak rendelkezniük kell saját vagyonnal és anyagi függetlenséggel. Meg kell őrizni a teljes foglalkoztatást, aminek a kulcsa a munka és a cigányság mai viszonyának fönntartása. Van munka, de munkanélkül nem tudsz megélni. Ez az üzlet és ez az ajánlat lényege. Ugyanide tartozó dolog, hogy a magyar falurendszert, ami egy különleges értéke a magyar történelemnek, az nem az elmaradottság szimbóluma. A magyar falurendszert meg kell tartanunk. Városi szintű szolgáltatásokat kell nyújtanunk falun is. A városoknak ebből anyagi terhet kell vállalniuk. Nem hozunk létre gigavárosokat, nem hozunk létre nagyvárosokat. Városokat és városkörnyéki vidékeket akarunk létrehozni, megőrizve a magyar falu történelmi örökségét. És végezetül a szuverenitás döntő eleme, és ezzel megérkeztünk ide az Old partjára, ezzel annak kockáltat, hogy a Zsolt elvigye tőlem a szót, minimálisra csökkentettük. Ez pedig a szuverenitás védelem lényege, ami a nemzeti különbözőségnek a megóvása. Nem asszimilálódni, nem betagozódni, nem belesimulni, hanem a saját különleges nemzeti karakterünket fönntartani. Ez a szuverenitás védelem kulturális alapja. Nyelvőrzés, a zéró vallási állapot elkerül, és a zéró vallási állapot az az, amikor már hit régen nincsen, de már az a képesség is elveszett, hogy a keresztény hagyomány kulturális, morális viselkedési szabályokat adjon a számunkra, amelyeket a munkához, a pénzhez, a családhoz, a szexuális kapcsolatokhoz, egymáshoz való, aláfölé rendeltséghez való viszonyunkat szabályozza. A nyugatiak ezt már elvesztették. Szerintem ez a zéró vallási állapot akkor áll be, amikor egyenjogú intézménynek ismerik el a külön neműek házasságával az azonos neműek közötti házasságot. Ott zéró vallási állapot van, ott többet a kereszténység nem ad morális iránytűt és eligazítást. Ezt mindenképpen el kell kerülni, amikor tehát a családért harcolunk, akkor nem csak a család becsületért harcolunk, hanem egy olyan állapot föntartásáért, ahol a kereszténység legalább még morális eligazítású szolgál a közösségünk számára. Hölgyeim és uraim, és végül ennek a magyar nagy stratégiának nem szabad kis Magyarországból kiindulnia. Ennek a magyar nagy stratégiának nemzeti alapokon kell állnia, minden magyarok lakta területet magába kell foglalnia, és a világon élő összes magyart magához kell kapcsolnia. Csak kis Magyarországból, csak kis Magyarország, mint keret elégtelen. Ezért most nem merek mondani évszámot, mert azt be kell tartani, de belátható időn belül az összes olyan támogatást, ami a magyar társadalom stabilitását és rugalmasságát szolgálja, például a családtámogatási rendszert ki kell terjeszteni teljes egészében a magyarok lakta területekre az országhatárokon kívül is. Az irány
Az irány nem rossz, mert ha visszabontom 2010-ig az ezekre a területekre elköltött összegeket, amit a magyar állam fordított, akkor azt mondhatom, hogy évente átlagban 100 milliárd forintot fordítottunk erre. Összevetésképpen mondom, hogy a Gyurcsány kormány időszakában egy év alatt 9 milliárdot fordítottak. Most egy év alatt 100 milliárdot fordítunk. Tehát ez több mint 10-szeres növekedés. És akkor már csak egyetlen kérdés van, hogyha megvan a magyar nagy stratégia, akkor milyen politikával lehet a sikerre vinni? Először is egy nagy stratégia sikeréhez az kell, hogy pontosan tudjuk, hogy mi milyenek vagyunk. Mert a nemzeti karakterünkhöz kell igazítani azt a politikát, amivel sikerre akarsz vinni egy stratégiát. Amire persze mondhatjuk azt, hogy sokfélék vagyunk. Ez a magyarra különösen igaz. De mégis vannak közös lényegi vonások, és a stratégiának ezt kell megcélozni, ezt kell megragadnia. És ha ezt értjük, akkor nem kompromisszumokat kell kötni, meg nem konszolidáció kell, hanem kérlelhetetlen kiállás. Szerintem a sokszínűség mellett a lényeg, a közös lényeg, amit meg kell ragadnunk, és amire építenünk kell a magyar nagy stratégiát, az a szabadság, amit befelé is építeni kell. Nem csak a nemzet szabadságát kell építeni, hanem a magyar ember személyes szabadságát is céloznunk kell. Ugyanis mi nem vagyunk militarizált ország, mint az oroszok meg az ukránok. Nem vagyunk hiperfegyelmezettek sem, mint a kínaiak. Nem élvezzük a hierarchiát, úgy, mint a németek. Nem élvezzük a felfordulást, a forradalmat, meg a blaszfémiát sem, úgy, ahogyan a franciák ezt élvezik. És azt sem hisszük, hogy államunk, a saját államunk nélkül is fennmaradhatunk, mint hogy egyébként az olaszok ezt szokták gondolni. A magyarnak a rend nem önérték, hanem a szabadsághoz szükséges állapot, amiben háboríthatatlanul élhet. A magyar szabadság érzethez és szóhoz legközelebb a háborítatlan élet kifejezés áll. Az én házam, az én házam, az én váram, az én életem, és majd én eldöntöm, hogy mitől érzem jól magam a saját bőrömben. Ez egy antropológiai, genetikai és kulturális adottsága a magyaroknak, ehhez kell alkalmazkodnia a stratégiának. Vagyis a nagy stratégiát győzelemre vinni akaró politikának is ebből kell kiindulnia. Miután ez a folyamat, amiről beszélünk, ez a világrendváltozás, ez nem egy-két év alatt megy végbe, már elkezdődött korábban is, még eltart 20-25 évig. Ezért ez alatt a 20-25 év alatt folyamatosan vita lesz róla. Az ellenfeleink folyamatosan támadni fogják. Azt fogják mondani, hogy a folyamat visszafordítható. Azt fogják mondani, hogy önálló nemzeti nagy stratégia helyett betagozódás kell. Ezért állandóan támadni fogják, és dolgozni fognak egy pályamódosításon. Folyamatosan meg fogják kérdőjelezni nem csak a nagy stratégia tartalmát, hanem a szükségességét is. Most ezt a küzdelmet vállalni kell, de az időtáv itt egy probléma. Mert ha egy 20-25 éves folyamat, akkor be kell látnunk, hogy miután nem leszünk fiatalabbak, ezt nem mi fogjuk befejezni. Eznek a nagy stratégiának a végrehajtását, különösen az utolsó szakaszát biztosan nem mi fogjuk elvégezni, hanem leginkább a mai 20-as, 30-as éveikben járó fiatalok. És amikor politikáról gondolkodunk, hogy hogyan kell politikailag végigvinni egy ilyen stratégiát, akkor tudnunk kell, hogy a következő nemzedékekben is ugyanúgy lényegileg csak két álláspont lesz, mint a mi nemzedékünk életében. Lesznek a liberálisok, meg lesznek a nemzetiek. És azt kell mondanom, hogy a liberális, slim fit szerkós, latte avokádós, mindenmentes, öntetszelgő politikusok lesznek az egyik oldalon, és velük szemben állnak a két lábbal a valóságban álló nemzetőérzelmű vagány fiatalok. Ezért a toborzást a fiatalok között el kell kezdenünk, még most és még nekünk. Az ellenfelet a liberális korszellem folyamatosan szervezi és csatasorba állítja. Ott nem kell toborozni, toborzódik az magától. A mi táborunk azonban más. A nemzeti tábor csak trombita szóra bújik elő, ez a fiatalokra is igaz, és csak magasba emelt zászló alá tud gyülekezni, ez a fiatalokra is igaz. Ezért nekünk nemzeti érzelmű, bátor, fiatal harcosokat kell találnunk. Nemzeti érzelmű, bátor, fiatal harcosok keresztetnek. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!